Tavaly döntött úgy a közgyűlés, hogy 5 éven keresztül anyagi támogatást biztosít a HPV vírus elleni védőoltás beadásához. Minden évben a 7. osztályos lányok lehetnek azon szerencsések, akik ingyenesen felvehetik az oltást. A méhnyakrák megelőzése azért különösen fontos, hiszen hazánkban évente mintegy 400 nő esik áldozatául ennek a betegségnek. Amikor valakinek az orvos azt mondja, hogy daganatos betegsége van, egy nagyon hosszú folyamatot indít el vele, ami nagyon sok kétségbeeséssel jár, és még azokban a szerencsés esetekben, amikor ez meg is gyógyul, nagyon súlyos lelki terhet kell magával cipelni, illetve nagyon nehéz kezeléseken esnek túl az emberek. És sajnálatos módon kevés olyan daganatos betegség van, aminek ismerjük az okát, és lehetőség is van a megelőzésre. Ezek egyike az a méhnyakrák, amely a hölgyek rettegett betegsége, és amely minden évben naponta legalább egy édesanyát, barátnőt, feleséget, szerető családtagot szólít el, és visz el tőlünk, és hiába van a nagyon jó, jól felszerelt és jól működő orvosi hálózat, mégis sok esetben győz a betegség. Ennek a betegségnek két megelőzési lehetősége van, az egyik a rendszeres szűrővizsgálat, aminek a fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni, de mivel a betegségeknek 70%-át egy olyan vírus okozza, amely ellen létezik védőoltás, ezért a megelőzésnek egy fontos és nagyon követendő megelőzése a maga a védőoltás. Van ezzel az oltással azonban egy probléma, annak ellenére, hogy egy életveszélyes betegségtől véd meg, és egy életen keresztül védettséget ad, és nincs semmi komolyabb mellékhatása, mégis kevesen vásárolják meg, hiszen nagyon drága, nagyon sokba kerül, közel 28 ezer forint egyetlen oltás, és 3 oltásra van szükség a védettség megszerzéséhez. Ebben igyekezett az önkormányzat saját lehetőségeihez mérten segítséget adni, és első évben, a tavalyi évben 7. osztályos leánygyermekek kapták meg azt a lehetőséget, szüleikkel, édesanyjukkal megbeszélve, aki igényelte, ingyenesen megkaphatta ezt a védőoltást. Az idei évben szélesedik a támogatottak köre. A 7. lányok, ha kérik, továbbra is ingyenesen juthatnak az oltáshoz, viszont a középiskolás korosztály is igen komoly anyagi kedvezményben részesülhet igény esetén. Nagyon sokan jelezték azt az igényüket, hogy szeretnének támogatást kapni a védőoltáshoz, bár nem tartoznak ebbe a ilyen szempontból szerencsés korosztályba, de természetesen 8. és középiskolás lányoknak is nagyon jó lenne, hogyha védettek lehetnének a betegséggel, illetve a fertőzéssel szemben, és ezért kerestük annak a lehetőséget, hiszen korlátozottak az a pénzügyi lehetőségei nem csak a családoknak, hanem a városnak is, de hogy valamilyen módon segítséget tudjunk adni. Ezért ebben az évben már kiterjesztjük a programot az összes 8. és középiskolás leányra olyan formában, hogy az első két oltást kedvezményes áron vásárolhatják meg, és a 3. oltást pedig térítésmentesen kapják meg. Ez 30 ezer forint körül segítség azoknak a családoknak, akik maguk is tudnak és akarnak áldozni a leánygyermekek későbbi egészségére. A HPV védőoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat a kapcsolatközpont látja el, és mivel a székhelyük itt van a Kovács-Küri időskorúak szociális otthonába, ezért ellátogattunk ide, és a főigazgatót, Bálint Gabriellát az ezzel kapcsolatos részletekről kérdeztük. A kapcsolatközponthoz került 2006 év végén a védőnői szolgálat, mint egészségügyi alapellátást biztosító intézmény. Így az iskola védőnőknek nagyon fontos szerep jut, elsősorban szervezési, logisztikai tekintetben a védőoltások beadásában és annak megszervezésében. És itt konkrétan a HPV védőoltás kapcsán milyen szervező munka hárult a védőnőkre? Előzetesen az elmúlt évben már az első alkalommal megkerestük a 7. osztályos leánygyermekek szüleit, igényfelmérést végeztünk. Ezt követően az EVP munkatársai és a Hódmezővásárhelyi-Megyeri-Jógúváros önkormányzat, mint fenntartó levéllel fordult, tájékoztató levéllel a szülőkhöz, és akik igennel válaszoltak a megkeresésre, és szerettek volna 7. esként az ingyenes védőoltás lehetőségével élni,
a védőnőink szülőértekezleteket tartottak, olyan PowerPointos előadást, személyes megbeszélést, tájékoztatót tartottak, amely ilyen, én úgy gondolom, hogy a szülők is kérdéseikre megnyugtató válaszokat kaptak. Ezt követően pedig mind a céggel, mind pedig az iskolaorvosokkal felvéve a kapcsolatot meghatározásra kerültek iskolánként az oltási időpontok, és így került lebonyolításra az oltás. Nem lesz ez másként ebben az évben sem, hiszen most szeptember 21-én hasonlóan minden szülőt megkeresünk levélben, ahol visszajelzést kérünk, hogy szeretnének az oltás lehetőségével élni, és utána ugyanaz a folyamat indul el, amelyről az előbb beszámoltam. A szülői hozzájárulásra azért van szükség, ugyanis egy nem kötelező védőoltásról van szó, másrészt a hetedikes lányok még nem érték el a 14 éves korhatárt, így törvényes képviselőik hozzájárulása szükséges az oltás felvételéhez. A tavalyi évben 215 család élt ezzel a lehetőséggel, és csupán néhány esetben gondolták úgy, hogy nem adatják be lánygyermeküknek a HPV védőoltást. Ahhoz, hogy a szülők döntését megkönnyítsék, szülői értekezleteken adtak és adnak az idén is széleskörű tájékoztatást az oltás minden részletével kapcsolatban, és természetesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre. A szülő értekezlete magáról a vírusokról, magáról a méhnyakrákról, előfordulási lehetőségeiről, esélyeiről, magáról a prevencióról, milyen védettséget jelent ez a leánygyermekek számára, erről esett szó, illetve a szülők részéről a legkülönbözőbb dolgok, mind a védőoltások esetleges szövődményei, vagy hogyha ez térítéses lenne, esetleg mennyibe kerülne. Tehát minden olyan dolog, amely ilyenkor fölmerül, de én úgy gondolom mindig az, hogy a szövődmények, hogy lehetnek-e, mert ezekről esett szó. A védőoltás felvétele háromszori oltást jelent, ami egyenként 28 ezer forintba kerülne, vagyis a teljes védettség elérése 84 ezer forintot jelent. Arról, hogy kell-e tartani szövődmény kialakulásától, a szakembert kérdeztük. A védőoltásnak nincsen semmilyen súlyos szövődménye. Mint minden védőoltásnál itt is előfordulhat, hogy az oltás helyén egy kis bőrpír jelentkezik, illetve egy-két napig érzékenyebb lehet az oltás helye. Ennél súlyosabb elváltozások nem várhatók, védőoltásoknál még hőemelkedés, nem túl magas láz előfordulhat, nem kaptunk róla visszajelzést a városban. Viszont nem tudom, hogy beszéljek-e róla, de én azt gondolom, hogy legjobb mindig az egyenes beszéd. Elterjedtek olyan hírek, hogy más országokban előforduló, talán egészségkárosodásért ez a fajta védőoltás volt felelőssé tehető. Ezzel kapcsolatban két tényt szeretnék elmondani. Az egyik, hogy a vizsgálatok nem találtak közvetlen összefüggést az oltás és a későbbi károsodás között. És még egy fontos dolog, hogy azok az oltások egy másik ugyanez ellen a betegség ellen egy másik védőoltással hozták kapcsolatban. Azt még egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy hány éves korig érdemes felvenni az oltást. Igazoltan 25 éves korig. További vizsgálatok viszont még folynak ezzel kapcsolatban, amelyek szerint úgy tűnik, akár 45-50 éves korig is érdemes lesz elgondolkodni a nőknek a védőoltás felvételén. Annál is inkább, mert ez a vírus bármelyik életszakaszban elkapható, és akár többször is. A HPV vírus nemi úton terjed, így a védőoltást akkor a legcélszerűbb felvenni, amikor még nem élnek nemi életet a lányok. A nemi érintkezés során bizony sokfajta vírus, baktérium, fertőzés terjedhet tovább. És amit nem győzünk eleget hangsúlyozni a fiataloknak, hogy a korai életkorban ezért is nagyon fontos a megfelelő védekezés, mert például a gumival történő, a kondommal történő védekezés az a nemi betegségek terjedését is megállítja, illetve megakadályozza. És ez nem csak a rettegett AIDS-re vonatkozik, nem csak az egyéb ismert betegségekre, de többek között a fertőző mágyulladásnak is van olyan típusa, amit ez megelőz, és a méhnyakrákot okozó vírusnak a terjedését is megakadályozza. A védőoltás mellett a szűrővizsgálatok is nagy jelentőséggel bírnak, ugyanis az időben felismert méhnyakrák kis beavatkozással rendkívül nagy eredményességgel gyógyítható.